Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. Én Kati Horváth Lajos vagyok, hegedűnvész zeneszerző, a Roma Oktatási és Kulturális Központ igazgatója. A Roma Show vetélkedőnek vagyok a zsűri elnöke, és néhány mondatban szeretném elmondani, hogy mennyire fontos ez számunkra a romáknak és nem roma társadalom részére egyaránt ez a verseny, ahol a fiatal gyerekeink, unokáink és a felnőttek is meg tudják mutatni tehetségüket a művészetek területén, itt értem a táncot, az éneket, valamint a hangszeres foglalkozásokat. Végül is ez azért jött létre, hogy a későbbiekben, amikor pályát fognak választani, esetleg a fiatalok, a gyerekek, akkor már tulajdonképpen lesz egy foglalkozásuk, egy hivatásuk, amit kisgyermekkortól már megszerezték, azt a tapasztalatokat, azt a tanulmányokat, amit tanáraiktól meg fognak később tanulni. Ez azért nagyon fontos, mert ez egyben egy felzárkóztató tevékenység is már, ahol meg fogják tudni mutatni a fiataljaink, gyerekeink, unokáink és a középkorúak is, hogy a társadalomnak hogy tudnak teljes értékű tagjai lenni, vagy teljes értékű tagjaivá válni.